Lukács evangélista arról híres a négy evangélium írója közül, hogy nagyon részletesen írja le a Jézus eseményeket. A felolvasott hosszabb történetünk is egészen pontosan elénk adja, hogy hogyan történt Jézus születése. Ahogy hallottuk és olvastuk magunk előtt, szinte magunk elé tudjuk képzelni, hogy hogyan történtek az események. Mintha mi magunk is ott lettünk volna. Jézus születéséről is a mai igényben pontos, részletes leírást ad az evangélium írója. De menjünk sorban, hogy mi az, amit megemlít és fontosnak tart az evangélium írója az isteni szeretet megnyilvánulásáról, Jézus Krisztus születéséről. Először is azt hallhattuk az igében, hogy Jézus születésének az évében Augustus császár kiadott egy rendeletet, hogy népszámlálást kell tartani. Ugyanolyan népszámlálás volt, mint ami ebben az évben a mi országunkban is volt. Kiadta, hogy mindenkinek oda kell elmenni, ahol született, ahová valósi volt. Abban az időben, amikor Augustus császár kiadta ezt a rendeletet, elég zűrzavaros idők voltak Palesztina földjén. Gyakoriak voltak a nézeteltérések, gyakoriak voltak a lázadások a római megszálló hatalom ellen, és ilyen időben rendelte el Augustus császár a népszámlálást. Ilyen időben kellett vándorolni egyik helyről a másikra, hogy mindenki oda menjen, ahol ők összeírják. És mivel József Dávid király nemzetségéből származott, ezért jegyesével, Máriával együtt a lakóhelyükről, a galileai Názáretből, Dávid városába, vagyis a júdeai Betlehembe kellett elmenniük. Mária már áldott állapotban volt, hosszú volt az út egészen Betlehemig, és ahogy megérkeztek Betlehembe, elérkezett Jézus születésének az ideje. Nem volt már szállás, nem volt már hely, nem tudtak sehol sem kicsit jobb helyet megszállni, mert olyan sokan voltak a népszámlálás miatt. Ezért, amikor Mária megszülte a gyermeket, egy jászolba fektette be. Mindeközben, míg történik a Jézus esemény, Jézus Krisztus születése, egy kicsit arrébb, pásztorok vannak kint a mezőn, vigyáznak éjszaka a nyájukra, és ilyen helyen és körülmények között megjelenik számukra az angyal. És viszi nekik a jó hírt. Viszi az Úr Jézus Krisztusnak a születéséről. Azt mondja a pásztoroknak, hogy ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig az lesz számotokra, hogy találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. Milyen csodálatosan leírja Lukács evangélista, hogy kik voltak azok az emberek, akik először hallhatták a jó hír Jézus születéséről. A pásztorok voltak. A pásztorok egész évben éjjel-nappal kint voltak a mezőn, vigyáztak a nyájra, legeltették, terelték egyik helyről a másikra őket, és ezek az emberek olyan körülmények között éltek a zsidó tisztasági törvények szerint, akik nem voltak kívánatosak egy-egy templomban, nem mehettek az Isten tiszteletre. De Isten nagy kegyelme és szeretete végtelen.
mert nem kellett nekik menni sehová. Ő hozzájuk ment az angyal. Isten elküldte az ő szavát, hogy megszületik a ti számotokra is, akiket kiközösítenek, semmibe vesznek, ti számotokra is megszületik az Úr Jézus Krisztus. Ezért angyalokat küldök hozzátok. Az angyalok vitték a jó hírt Jézus Krisztusról. A betlehemi pásztorok meghallották a jó hírt. Azt is tehették volna, hogy meghallják, aztán legyintenek egyet, és nem törődnek vele. Ó, hát mondtak már nekünk ilyet máskor is. De hallották, látták az angyalokat. És kíváncsiak voltak, hogy ki lehet az, akiről az angyalok beszélnek nekik. Ezért összeszedték magukat, és elindultak a jászolhoz. Nem gondolkodtak, nem fontolgatták, hogy megéri-e vajon ez nekünk. Milyen fáradtság lesz, míg odaérünk a jászolhoz. Nem tétováztak, hanem azonnal indultak, és sietve tették meg az utat, hogy mielőbb odaérjenek. És végül meg is találták Máriát és Józsefet a jászolban fekvő kisgyermekkel, és elmondták nekik is a karácsonyi üzenetet, hogy mit mondott nekik az angyal. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet! Az Isten kegyelme és szeretete most is érezhető ezen a szentesti Isten tiszteleten. Az evangéliumot ti is meghallottátok. Egy-egy angyal megjelent az életetekben, lehet, hogy a gyermekek által, az ő műsoruk, készülésük által, és ti is meghallottátok az öröm üzenetet. Üdvözítő, szabadító, bűneinkből megszabadító Úr Jézus Krisztus megszületett. És úgy, ahogy a pásztorok, ti sem tétováztatok, nem gondolkodtatok, hogy megéri-e nekem vajon szent este, amikor a család már éppen összegyűlt elindulni ide az Isten házába. Nem mérlegeltetek, hanem elindultatok. Feldíszítettétek otthonotokat, kiékesítettétek lelketeket, szíveteket, mert tudtátok, hogy az angyal hív és bizonyságot tesz az Úr Jézus Krisztusról. Az Istenemben.